speciális játékok mérkőzése volt. Kerek egy harmadot játszhatunk emberelőnyben, kerek 20 percet, ebből beütöttünk egyet, az 10-1, 10%-os kihasználtság. Emellé sikerült kapjunk egy gólt, amikor a Gyergyó emberhátrányban volt. Ezek olyan dolgok, amiket ezen a szinten nem engedhetünk meg magunknak. Tudjuk, miben kell fejlődni, dolgozunk azon, hogy jobbak legyünk. Ez a kérdés engem nem hozott erős izgalmi állapotba, hogy nem nyertünk itthon, mert nyertünk eleget idegenbe. Mindig az a célunk, hogy bárhova megyünk, nyerjünk. Ez a csapat azt gondolom, hogy predesztinált arra, hogy bárhova megy, akkor van nyerési esélye. De a sport nem erről szól, ellenfelek is vannak. Úgyhogy ez abszolút nem nyomasztott minket. Volt két komoly faktor, amire nagyon kellett készüljünk. Az első az, hogy a játékosok felfogják, hogy ez is csak egy egyszerű mérkőzés. Ne ragadjon át az emocionális túlhevültség rájuk, hanem csak tegyék a dolgukat. Ez egy sorban egy meccs. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy a lakóknak, a városnak mit jelent a megyei rangadó. De nekünk ezt úgy kell kezelni, mint a soron következő meccset. És akkor innen jött az, hogy erre föl is kell tudni készülni. Ugye érdekes az abban, hogy nem igazán játszottunk jól, és tudtunk relatíve kontrolláltan nyerni, mert csináltuk a hülyeséget magunknak ebben rengeteg kiállítással, és még nem néztem vissza, de például úgy érzem, hogy nem elsősorban a bírók hibáztak, hanem a mi botjaink, plusz a szövegelésünk, és sorolhatnám, és egy ilyen kaliberű csapat ellen, mint a Szereda ellen 20 percet, egy harmadot hátrányban lenni, ez több, mint luxus, ez akár a hülyeség kategóriája. A jó dolog az, hogy nagyon jól öltünk, készültünk, mindig nagyon erősen fölkészülünk az ellenfélből, megfelelő videóanyagot rakunk ki a fiúk elé, és most ezt ők nagyon jól adaptálták. Emberelőnyünk továbbra is jól működött, két szép előny gólt lőttünk, de azt gondolom, amikor 5-5 volt, és felelősen bántunk a koronggal, akkor kontrolláltuk a meccset. Még egyszer mondom, hogy jobban is élvezhettük volna ezt a találkozót, ha nem vagyunk ennyit hátrányba. Összességében jól öltünk, fontos 3 pontot tartottunk itthon, úgyhogy büszke vagyok a játékosokra nagyon.